Valeri Bertinelli, Kisfalvi Krisztina. Harc egy gyermekért. Michael Antkén, Kautsky Armand. További magyar hangok. Kristóf Tibor, Prókai Anna Mária, Kassai Ilona, Snell Ádám, Szabó Otto, Cigány Judit, Dobránszky Zoltán, Menszátor Magdolna, Versényi László. Magyar szöveg Berzsenyi Márta. Hangmérnök Heisler László. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Mihály Falu Mihály. A szinkron a Channel One BT szinkron stúdiójában készült. Produkciós vezető Rozgonyi Gábor. Forgalmazza a Videó 2000 Kft. Zene Richard Stone. Fényképezte Darin Okada. Peter Maas azonos című könyve alapján. A forgatókönyvet írta Bill Phillips és Charles Walker. Rendezte Tom McLaughlin. Hagyjál! Ingerlő vagy ebből a szögből? Foglalkozz a lefolyóval. Hogy mivel? A lefolyóval. Jó, mindjárt. Mikor? Majd utána. Sziasztok! Szia! Talán zavarom? Nem. Igen. Nem. Mi a helyzet? Kent várom, hogy elvigyen dolgozni. Ide jön? A doktor úr leereszkedik State Islandre? Angela, beszélnem kell veled. Oké. Csak egy pillanat. Gyere az irodámba. Gyere az irodámba. Na, lássuk a lefolyót. Na, mi a baj? Tegnap éjjel ott aludtam Kennél, és csak reggel mentem haza. Apa ébren volt? Nem, de a mama igen, és tudod, hogy nem szereted nézni a szenvedő arcát. Ugyan már, Tereza, hisz felnőtt nő vagy. Két megrögzött katolikussal élek, és lefekszem a nős főnökömmel, jó, mi? Jó, de nem sokára elválik, vagy nem? Már alig várom. Türelmetlenül várod, mi? De ki ez? Csak nem ő jött el, rossz helyen jár, menjen tovább! Mikor mutatott be doktor majd. Nagymenőt? Mikor majd? Neked nem. Várj egy kicsit. Kérlek, légy óvatos, jó? Nős ember, ráadásul fogorvos. Sosem tudhatod, mikor döfi beléd a fúróját. Ó, de fiam, menj már! Nincs kedved kiszállni és megismerni őket? Elkésik majd legközelebb. Mindig is az voltam. Hé, hey, Tereza! Hé, hey, Tereza, elkéstél! Hol voltál? Már túl vagyunk a meccsen. Mi van nekem? Mutasd, mutasd! Hm? Oh, Atya Isten! Hm? Már el is vált? Szerinted elmondjam a mamának, hogy Ken elvált? Én nem tenném. Nem katolikus, és a mama különben is ellenzi a válást. Talán később. Mégis mikor? 10-20-40 év múlva talán. Na, mi lesz már? Megyünk, oké. És van egy kislánya. Egy milyen? Egy kislánya, 4 éves és bájos. Na, mi van, mi van? Sugdolóztok? Miről van szó? Nem mondd meg. Semmit, mondd meg. Menjünk. Egy szappanopera a közepén kihagytok egy epizódba, lányok! Jaj, drágám, nézd meg, hogy apád hogy öltözött föl. Jaj, papa, hagyd majd én. Hogy szólítsam, doktor úrnak vagy Kennek? Ez attól függ, rosszak-e a fogait. Mikor viseltél utoljára nyakkendőt? Az esküvődön. Szép esküvő volt. És elég sokba került. Még mindig félnél vagyok. Láthatod, hogy nem volt rossz befektetés.
Uh-huh. Oha! Ez aztán csinos, na nézd csak! Francis, ezt nézd meg! Ó, Teresa, a mi kislányunk, igaz, Joe? Ó, hadd nézzelek! Vigyázz, össze ne gyűrd! Nem, nem gyűröm össze! Ugye, hisz ismered? Ez nem csak egy ruha, ez nem mint egy álom. Rémálom. Drága kislányom, olyan szép vagy, mint a mama. És akkor én mi vagyok, mostoha? Te is vegyél fel egy ilyen ruhát. Inkább ne. Mennyi volt? Ne kérdezz. Ez volt a legolcsóbb. Ez mi? Egy kocsi kulcs. Ó, az egyetlen hugocskám. Imádlak. Sok szerencsét. Köszönöm. Nagyon szép. Jenny, drágám, lehet, hogy még ma felöltözöl? Jaj, már egyszer felöltöztem. Tényleg? Megpróbálhatnád még egyszer. Szerintem Jenny jól néz ki. Szerintem Jenny, vegye fel a nyakkendőt. Nem, hallom a tévét. Ez kell lesz. Megjött. Jaj, maradjatok már csöbben. Kapcsold már ki a televíziót. Jól van, majd én kinyitom. Mutasd magad, hogy nézel ki. Hopp. Szívem, kikapcsoltad már a sütőt? Senki nem mondta, hogy kapcsoljam ki. Jaj, majd én. Ja, csak vicceltem, már én kikapcsoltam. Mr. Silvano? Igen. Oh, Kent Taylor vagyok. Joe Silvano, sokat hallottam önről. Ó, oh, tényleg, akkor megyek. Ne, ne, maradjon, jöjjön be. Ó, oh, de szép. Oh, köszönöm. Ah, és milyen volt Mace DiMaggio mellett? Ugyan már, hagyjuk már ezeket. Brooklyn Dodgers, az a legjobb csapat. Emlékeztek, amikor én még emlékszem arra, amikor Andrew 35-öt ütött egy meccsen, ugye? Na, na, teljesítmény, sőt, nagyon szép, büszke lehetsz rá. Persze. Büszke lehetsz. Az az igazság, hogy gyönge volt az ellenfél. Ó, akkor is szép. Ugyan büszkék is voltunk rád. Jenny megdobó volt. A főiskolai csapatban. Igen, amíg el nem tört a karom. De te voltál a legjobb. Az utolsó évben már 10-3-as voltál, nem? 11-2-es, de nem számít. Nem számít. 11-2? Ez óriási, fantasztikus. Na és maga Ken, szintén játszott? Igen, középpályás voltam az Indianai Egyetemen. Amíg bele nem tapostak a földbe, a második fél időben. Ne légy szerint, biztos jó játékos vagy. Voltam. Órákig nyomja a fekvőtámaszt. Hol? Na, hadd töltsek még egy kicsit. Szörnyű vagy, Jenny. Ó, Ken, hagyja csak, nem érdekes. Hagyja csak. Nem tart sokáig. Mifelénk úgy mondják, a tisztátalanság istentelenséghez vezet. Kennél még a padlóról is lehet. Igen, de először ki kéne próbálnod, hogy főzök. Ken, kér még egy kis pasztasútát, csirkét, szószt, vagy valamit? Ó, nem, köszönöm, tele vagyok. Minden csodálatos volt, remek volt az ebéd. Örülök, Ken. Joe, először úgy gondoltam, hogy ma este kettesbe kéne megbeszélnünk egy nagyon fontos dolgot. De meggondoltam magam. Így most az egész család előtt szeretném bejelenteni, hogy Teresa és én nagyon szeretjük egymást. Most mindannyiuk előtt megkérem a kezét. Üdvözöljük a családunkban. Buona fortuna. Egészségünkre. 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 Vieni, vieni! 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 Vieni, per conoscere il dottore Taylor. Szólítson Kennek. Voglio dire Ken. Nonno, questo è il mio fin d'esatto. È un dentista. Örülök a szerencsének, uram. Nem beszél angolul. Sì, dice che onorato di conoscerti. Ah, malocchio, papa.
Dana malocchio. Dana malocchio. Dana no. Dana malocchio. Sajnálom, ne haragudj. Semmi. Borzasztóan sajnálom. Nagyon öreg. Nézd nem akart rosszat. Semmi baj. Igazán nincs baj. Mindent köszönök. Viszlát. Azt hiszem, túlettem magam. Remélem, nem járattalak le. Ugyan. Nagyon kedvesek. Kivéve nagyapát. Ó, ne izgass magad miatt. Gondolod, hogy kedvel a húgod? Persze, hogy kedvel. Miért? Mert úgy tűnt, hogy... Ó, csak azért figyelt ennyire, mert lebilincselő vagy. Már alig várom, hogy este találkozz. 8-kor? Pontban. Bajszárra? Helyes. Papa, tetszett, amit rajzoltam neked? Csodálatos rajz. Tudod, mit csinálok vele? Mit? Reggel kifüggesztem a rendelőmben. Tényleg? Mm-hmm. És nem jössz vissza, hogy velünk lakjál? Angyalom, ezt majd meglátjuk, jó? Na jó. Jó ét, kicsi. Jó ét. Szeretlek. Én is. Miért nem mondtad el neki az igazat? Mert még mindig szeretlek. Akkor azt nyomasd az esküvői meghívódra, hogy szeretem a volt feleségemet. Olyan éres az életem nélküled, még mindig nagyon szeretlek. Nagyon-nagyon. Tereza, nagyon sajnálom. Elvittem Astridot mozi után fagylaltozni, és teljesen kifutottam az időből. Kérlek, ne haragudj rám. Ehhez képest már elmúlt évfél. Amikor hazavittem a gyereket, és elmondtam Marilynek, hogy összeházasodom, kiborult, meg kellett nyugtatnom. Ken, álmos vagyok. Bocsáss meg, drágám, soha többet nem fordul elő. Sajnálom. Szeretlek. Majd holnap megbeszéljük. Jó ét. Jól van, emberek, kezdődik a program. Aki nem bírja, menjen haza és bújjon pizsamát. Hello, Nick. Hogy vagy? Szia, Kitty. Szevasz, Kenny. Megy az üzlet. Parancsoljon, hölgyem. Na nézd csak ezt a gyönyörű csokrot, csak nem Terézáé. Nem, mama, neked jött. Még hogy nekem? Te viccelsz, nincs nálam szemüveg. Köszönettel Francisnek, a világ legszebb lányáért, szeretettel a jövendőbeli fia. Hát ez csodálatos. Igen, egy kicsit talán túl csodás. Hát ezt meg hogy érted? Hát nem is tudom, ez nekem olyan felvágós, olyan túl elegáns. Egyszerűen csak nem szoktál hozzá. Ő egy úri fiú, hisz fogorvos. Lehet, hogy igazad van. Ó, vigyük be az ebédlőbe, hogy Tereza is lássa. Életemben nem láttam még ilyen szépet. Én meg ilyen nehezet. Családi fogászati központ. Thank you.
Idehozna kérem Mrs. Finch korábbi felvételeit. Mrs. Finch, bocsássam, mert valaminek utána kell nézni. Csak is valami van. Ó, nem, nincs semmi baj, csak maradjon. Ne kerges az őrületbe, tudod, hogy mennyire szeretlek. Mosolyog rám. Kérlek, mosolyog. Elmondtam már, hogy mi a családunk arszpoétikája. Ha van egy barátod, akkor ne aggódj. Nekünk is van ilyesmi. Ne vágj át egy olaszlányt, mert betörik a fejed. Figyelj. Nagyon szeretlek. Kem, hagyjál. Hagyd abba. Bocsáss meg, Teresa, bocsáss meg. Később mindent megbeszélünk. Teresa. Kem, ez a munkahelyünk. Nem értek el. Nem szakarom. Annyira szeretlek. Megjönnek. Talán eltévedtek. Jaj, remélem nem. Fordulj meg. Miért? Mi van? Mi baj? Semmi, csak gyönyörű vagy ebben a ruhában. Köszönöm. Csak úgy, mint te. Mint te. Ezentúl rokonok leszünk. Igen. Kaphatok egy puszit? Megyek, megkeresem Jenny-t. Ó, várj csak. Megjöttek. Ismerd meg a családomat. Szia, mama. Szervusz, fiam. Merre jöttetek? Fogalmam sincs. Annyian vannak ebben az államban, mint egy szardíniás dobozban. Úgy érzem magam, mint egy szardínia. Szervusz, fiam. Gratulálok. Kösz, apa. Tom, hol van? A testvéred nem tudott eljönni. Úgy volt, hogy ő lesz a tanom, vagy nem? Hát, ismerheted. Na nézzétek, csak Taylorék. Egyenesen Indiánából. Már azt hittük, hogy eltévedtek a Jersey autópályán. Ugyan, hagyd már. Ha nem itt született volna, ő sem találna meg semmit. Joe Silvano vagyok, Teresa apja. Zack Taylor. Francis vagyok, az örömanya. Örömtek. Jaj, majd elfelejtettem, a másik lányunk, Angela. Jó napot. Ő pedig a fiunk, Andrew. Örvendek. Mr. és Mrs. Taylor. Örvendek. Hát, akkor beismerhetnénk. Menjünk. Nélkülünk nincs esküvő. Ózak. Imádlak. Én is téged. Boldog vagyok. Ez a folytonos csókolózás ezeknél az olaszoknál. Még sosem láttam ehhez hasonlót. Sírtál? Na, mit gondolsz? Igen, én is. Nézd! Istenem, felvette. Igen, mert szerencsét hoz. És ez itt csak nem a nagy jé volt. Nem, ezt a mamától kaptam. Nagyon jól áll. Anting darab.
Mondd, hogy örökké ilyen boldog leszek. Örökké ilyen boldog leszel. Elnézést, felkérhetem a feleségemet. Itt. Van egy meglepetésem. Akkor most kérem. Jaj, drágám. Köszönöm. Ez olyan kedves. Drágám, igen. Milyen szépek. Na. Remélem, ez a házasság jobbnak bizonyul, mint a másik kettő. A 23-as alabamai járat 5 percet később utazik. Kérem a New York-i járat utasait, hogy fáradjanak a hármaskor. A New York-i járat utasai fáradjanak. Talán megkisték a gépet. Tereza hívott volna. Akkor lemaradtak, mert nem foglaltak helyet. Telefonáljuk. Értem, köszönöm. A rendelőbe se telefonáltak. Talán olyan jól érezték magukat, hogy úgy döntöttek, tovább maradnak. Miért nem telefonáltak? Azt én nem tudhatom. Ők vannak nászuton. Felhívom a hotelt. Los Olos Hotel. Igen. Kérem, várjon egy kicsit. Signora Taylor édesapja van a vonalban. Hogy majdnem belehalt. Azt mondták, Kent tette. Señor Hernán Guevara. És vigyázzunk rád. A rendőrség szerint Kent tette. Tényleg ő volt az? Nem. Ő szeret engem. Most már minden rendben. Mostantól vigyázzunk rád. Igen, az jó lesz. Istenem. Szervusztok. Jó, hogy jöttetek. Drágám. Tudtál aludni? Igen. Mit kereselte itt? Virágot hoztam a feleségemnek. A virággal is bőkezű vagy, mi? Azt hittem, börtönben vagy. Nem, ő volt. Jól van, kicsim. Épp aludni mentem a hotelben, de már a kórházban ébredtem fel. Papa, olyan férjem, miért tette volna? Hát akkor ki csinálta? Valaki betört és kirabolt minket. Valószínűleg azért verték meg, mert észrevette őket. Még az a csoda, hogy él. A rendőrség szerint nem volt betörő. A rendőrségnek fogalma sincs, és nem is érdekli, hogy mi történt. 4 napra bezártak egy patkányukba. Azt se tudta, hogy Tereza életben van-e. Drágám, magadra hagyhatlak egy kicsit. Igen.
Szeretnék beszélni Joe-val és Angelával. Jó. Menj. Mindjárt jövök. Itt leszünk az ajtó előtt, jó? Jó. Sietünk. Oké. Gyertek. Az egész ügyet megpróbálták eltusolni. Mi? Gondolhatjátok, hogy egy ilyen rablás híre nem tesz jót a turizmusnak. Ken, a rendőrség... Megvesztegethető. $500 fizettem, hogy kiengedjenek a börtönből. Még szerencsé, hogy a készpénzt a hotel széfében tartottuk, mert a betörők minden mást elvittek. Ken, miről beszélsz? Mélyen aludtunk. Üvegcsörömpölést hallottam. Fölkeltem és láttam, hogy 3 vagy 4 fickó áll az ágyoknál símaszkban. Valamelyikük leütött. Valami keménye, lámpával vagy mivel. Amikor magamhoz tértem, megdöbbenve láttam, hogy feldúlták a szobát, szétdobáltak mindent. Terezet kerestem, de nem láttam. Vértócsában feküdt. Találtam a pulzusát. Leszóltam a portára. Hogy hívják a sarukat? Csak ezután döbbentem rá, hogy kiraboltak bennünket. Elvittek mindent, kamerát, órákat, ékszert, mindent. Hittem, ez az igazság. Lehet, hogy az. Akkor sajnálom. De ha nem. De mi egy család vagyunk. Istenre esküszöm, hogy ezt megkeserülöd. Megértetted. Alitalia 27-es járata megérkezett. Kérem a Penem Bostoni járatának utasait, fáradjanak a 6-os kapuhoz. Az Alitalia 27-es járata megérkezett. Kérem a Penem Bostoni járatának utasait, fáradjanak a 6-os kapuhoz. Mama, rendbe jössz, drágám. Ígérem, hogy rendbe jössz. Halló? Halló? Otthon van anyukád? Igen. Mama! Halló? Marilyn Taylorral beszélek? Igen. Angela Cimarelli vagyok, Tereza húga. Mit tehetek önért? Csak egy dolgot szeretnék kérdezni. Éppen indulni készültem, Mrs. Cimarelli. Megütöttek-e magát valaha? Halló? Mi történt? A testvéremet borzasztóan megverték a nászútján. De egyáltalán nem emlékszik semmire, és csodálkozom, hogy... Ken sohasem vert meg. Sajnálom. Sajnálom, hogy zavartam. De jól van, ugye? Tudod, Tereza, csak egyet nem értek. Hogy lehet, hogy Ken nem sérült meg, és te... Szerencséje volt. Mindenki azt hiszi, hogy Ken volt. De ő nem tehette, és meg ő a férjem, és nagyon szeret. Csak próbálj meg visszaemlékezni. Mit szólnál hozzá, ha azt állítanám, hogy Jenny vert téged? Jól van. Befejezem. Sajnálom.
Teljesen megváltozott, apa. Eddig mindent megbeszéltünk, de már nem mond el semmit. Jó reggelt. Kopoghatnál. Bocsánat. A fiúk a meccset nézik. Jól van. Éhes vagy? Nem, köszönöm. Nem tudok enni, kikészült a gyomrom. Tereza sem tud túl sokat enni. Tudod, nehéz azoktól a csövektől kényelmesen enni. Angela, ha azt akarod hinni, hogy én voltam, az a te dolgod. Ezzel nem tehetek semmit. Terezának egyikötök sem hisz. Nem kérsz egy sört, Ken? Nem, ilyen állapotban nem tesz jót az ital. És neked is ezt tanácsolom. Nem kértem tőle tanácsot, vagy nyugodj meg, az egészségemmel. Na ide hallgassatok. Tereza holnap hazajön a kórházból. Az ő kedvéért. Legyünk ismét egy család. Köszönöm, Francis. Köszönöm. Kodai Mrs. Taylornak. Köszönöm, Patricia. Apropó, szenzációsan végzi a dolgát. Köszönöm. Javasolni fogom a béremelést. Az jó lenne. Ken, beszélhetnék veled egy percre? Persze. Ugye, megbocsát, Patricia. Mi a helyzet? Már tudom, miről van szó. Mindent meg tudok magyarázni. Több mint 5000 dollár hiányzik. Nem, az nem hiányzik, csak kölcsön vettem, mert kellett a nászutamra. Azt hittem, nem zavar senkit. Mi nem nyúlunk csak úgy a közös kasszához. Sajnálom, fiúk, ne haragudjatok. Majd visszarakom. Ken, jobb lenne, ha összecsomagolnál és elmennél. Most viccelsz? Az ember nem dősül naponta, az utamra kellett, és... Ez komoly. Kirúgtok. Nevezd úgy, ahogy akarod. Jól van. Keresel-e itthon? Jó hírem van. Felmondtam. De miért? Önálló praxisom lesz. Nem is örülsz? Apám kölcsönöz majd pénzt. Hát ez csodálatos. Még mindig fáj? Adja kodeint? Nem kell kodeint. Thank you.
Mostantól legalább nekem dolgozhatsz. Talán még az öcsédnek is adhatunk munkát. Na, családi vállalkozás lesz. Hát, erre már én is gondoltam. Tudtam, hogy örülni fogsz. Nem véletlenül volt az utóbbi időben hányingerem. Csak nem. De... És szeretnéd? Meg akarod tartani? Hát persze, hogy ne. Én szeretném ezt a gyereket, te nem? Dehogy nem, csak... Csak hát... Nemrég volt ez a baleseted, és... És félek, hogy nem bírnád. Ugyan, miért ne bírnám? Nem örülsz neki? Dehogy nem. Tényleg? Sajnálom, nem akartam. Semmi baj. Mi az ebéd? Menjünk el ebédelni. Ünnepeljük meg. Tényleg örülsz neki? Igen, igen. Mondtam, hogy igen. Menjünk, mondjuk el Angeláiknak. Gyerünk. Jó, ez remek ötlet. Gyere, ünnepeljünk. Gyerünk. Ken. Rajta. Na, mi lesz? Nem. Jó. Akkor egyedül ünnepelek. Igen. Majd én egyedül ünnepelek. Amikor a fájás megkezdődik, vegyünk egy mély tiszta levegőt. Amikor a fájás folytatódik, szaggatottan fújjuk ki a levegőt. Amikor kifújtuk, újra vegyünk egy mély lélegzetet. Jó vagy. Jó van. Jó, akkor ismételjük. Nyugi, Lázi. Minden rendben? Igen, persze, miért? Zaklatottnak tűnsz. Minden rendben van. Tereza, miért nem mondod el Hibánt? A házasság egy nagy ámítás. Igen, nekem mondod. Tudod, Ken... Mi van? Egészen másnak ismertem meg, nem is tudom. Miért? Vagyis ne gondolj rosszra, minden rendben, szeret meg minden, csak... De... De? Csak például... Bosszantja, nem vagyok pontosan otthon, amikorra ígérem. Bántott téged? Nem, nem, csak hogy... Csak hogy szeretném, ha... Mit szeretnél? Szeretném, ha jobban érdekelni ez a gyerek. Jobban fogja érdekelni, mihelyt megszületik, és a karjában tarthatja, meg meglátod. Tereza, jól megy? Jó. Megy a légzés? Megy. Rendben. Gyönyörű kisfiú vagy, édes kicsi Andrew. És nagyon hasonlít a szamamára, tudod? Milyen piés a kis fejecskéje. Hát ez a kisbaba tökéletes. Boldog lesz az öcsénk, hogy ő is Andrew lett. Nem látszik rajta, de titokban örül neki. Ken mit szólt? Mondtam, hogy a következő az ő testvére nevét kapja. És hogy éltek mostanában? Olyan sokat dolgozik az új praxisában, hogy szinte semmi ideje nem marad a gyerekre. Na, itt van. Hoztam A-vitaminban gazdag répát, proteindús levest. Elviszem Andrewt és megfürdetem, amíg ti ketten beszélgettek. A fejét óvatosan. Neveltem már gyereket. Gyere, pici Andrew, megyünk pancsikálni.
ez a sok minden? A protestáns gyülekezet tájékoztatói. Jean azt akarja, hogy Andrew protestáns legyen. Arra gondoltál, hogy mit szólna ez a maga? Majd valahogy megoldjuk. Angela, el sem tudod képzelni, milyen jó, ha van egy gyereket. Mi az? Ismerem ezt a nézést. Semmi. Beszélj. Nem. Ha nem beszélsz, meg... Ne, hagyj el, inkább elmondom. Andrewnak unokatestvére lesz. Na, ne mondd, ez csodálatos. Mikor? Decemberben. Milyen gyönyörű karácsony lesz. Kettővel több cipőt rakunk az ablakba. Angela, lennél Andrew keresztanyja? Persze, te meg legyél az én gyerekem keresztanyja. Mit csinálsz itt? Semmit. Csak rosszat álmodtam, és kijöttem tejet inni. Majd én töltök, jó? Törözöm, hoznál még egy kis szósz nekem? Persze. Köszönöm. Nem jelentkeztek még a biztosítósokkal Mexikóban erre volt tárgyak ügyében? Nem. Miért? Csak kíváncsi voltam. Hiányzik a fülbevaló, amit anyától kaptam. Hát igen. Amit Mexikóban elrabolnak, arra keresztet vethetsz. Hát igen. Drágám, biztos, hogy minden rendben biztos. Na, köszönj szépen a nagyinak. Jaj, pici, mi baj? Na, jól van. Köszönöm, hogy vigyáztál. Bármikor, szívem. Jaj, fel kell vennem a telefon. Sziasztok! Nem akarsz beszélni róla? Nincs miről. Biztos? Igen. Jaj, Tereza, ne csináld ezt velem. Elkésem, telefonál.
Kennel van baj? Nem történt semmi. Valami történt. Később. Majd később megbeszéljük. Jó, akkor veled megyek. Nem, minden rendben van. Csak mennem kell a gyerek sír, el fogok késni, és Ken dühös lesz. Tereza, kérlek. Béké hagynál már. Jó, rendben. Majd este felhívom. Jól van. Tedd le a fejecskédet. Gyerünk. Csicsiká, csicsiká. Pápa. Tedd le a fejed, alukál. Jó kisfiú. Jó ég. Szeretlek. Hol voltál? A húgomnál. Miért? 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 Talán emeltek el a húgomhoz? Jó, hogy meg nem tiltott. Sírjad. Én nem szeretem a sírt. Az én fülemnek muzsika. Hogy mondhatsz ilyet? Ne ellenkezz. Hagyd békén. Nem. Azt mondom, hagyd békén. Hagyd abba. Nem.
Mi van? Mit búslakodsz itt? Tereza még mindig nem jött, értem, nem tudom, hol lehet. Legyetek jók. Azt ígérte, 9-re itt lesz. Halló? Szia, mama. Tudsz valamit Terezáról? Nem, nem úgy volt, hogy együtt jöttök, értem. Na, és Kennel beszéltél? Hívtam, de nem vette fel senki. Az lesz a legjobb, ha oda megyek. Rendben? Rendben. Ha meg tudsz valamit, szólj ide. Majd hívlak. Jó, szia. Halló? Halló, Angela? Igen. Mi van Terezával? Angela, ne izgasd fel magad, és hallgass végig. Hallgatlak. A nővéred... Nehéz erről beszélni. A nővéred drogfüggő lett. Mi a fenéről beszélsz? Tudod, hogy kodeint szedett? Igen, a fogai miatt. Hát, attól tartok, hogy ebből kezdődött a baj. Nem, Ken, veled kezdődött a baj. Veszekedéssel most nem megyünk semmire. És hol van most? Nem volt hajlandó elmondani, de azt hiszem, egy rehabilitációs központban. A rehabilitációs központban? Igen. Most vittem ki a reptérre. Épp most raktad ki. És hogy nem mentél vele? És hol van a gyerek? Velem. Angela, tudod, hogy milyen akaratos. Ismerheted, mindig a saját feje után megy. Nálam maradt a gyerek, mert nem volt más megoldás. Megmondta, mikor jön vissza? 2-3 hét múlva telefonál, ha visszajön. És még valami. Tereza nem akarta, hogy megtudjátok, mi a baja, és hol van valójában. Ezért azt kérte, hogy... Mondjam azt, hogy Indiánában megyünk vakációzni. Majd jelentkezem. Ken! Jenny! Jenny! Jaj, drágám, elmeséltem már, hogy mit mondott. Én sem értek belőle többet, mint te. Mégis melyik klinikán van? Ken sem tudja. Hogy nem tudja? Ő vitte ki a reptérre. Szerintem megölte. Angela, hogy mondhatsz ilyet? Csak vigyél el a szüleimhez. És utána mit akarsz csinálni? Fogalmam sincs. De biztos nem adom be nekik, hogy vakációzni mentek. Shhh.
Megjöttek! Jaj! Hol van az én kicsikém? Ó, Istenem, hogy nézzem! Most már jó kezekben vagy, fiam. Mennyire hasonlít a nagypapára. Azt elhiszem. Szia, apa. Hogy utaztatok? Egész jól. Szia. Majd hozom a cuccokat. Hol a kulcs? Tereza nem maradt a csomagtartó kulcsa. Minden a hátsó vésemben. Ja. Fogalmam sincs, hogy vehettél el egy drogost. Ez nem olyasmi, amit az ember előre tudhat. Nagyon sajnálom. Jó, hogy látlak. Üdvözöllek. Hát csak majd viszem. Hát ide. Hé! Hey. Be vagy lőve? Igen. Írsz? Nem. Megígérted, hogy abba fogod hagyni. Megígérted. Miért nem hoztad rögtön hozzánk? Tereza úgy gondolta, jót tesz neki, ha az én családomat is látja. Nektek sok a dolgotok. Ne te döntsd el, hogy ráérünk-e vagy sem. Biztos nem Tereza mondta, hogy a szüleid. Lehet, hogy a narkó befolyásolt enni is. Ezt egyszerűen nem tudom elhinni. Joe, Tereza súlyosan narkomán. Épp ezért titkolta, mert tudta, hogy éreztek ezzel kapcsolatban. Még ha ez igaz is, amit kötve hiszek, nem értem, hogy tudtad egyszerűen otthagyni a reptéren, anélkül, hogy tudnád, hová akart menni. Ismerhetnéd a lányodat. Minden esetre ez. Nagyon rossz döntés volt a részedről. Talán igazad van. Tudom, hogy igazam van. Vele kellett volna mennem. Lehet, hogy elhamarkodtam, de most már nem tehetünk semmit. Majd telefonál, és minden rendben lesz. Apa, semmi értelme, hazudik! Bejelentem a rendőrségen, hogy eltűnt. Ha a szerdán visszamegyek, nekem is ez lesz az első dolgom. De addig biztos jelentkezik majd, úgyhogy ne aggódjatok. De ő a lányom, és aggódom. Nekem meg a feleségem, és én mégsem. Pedig jobban tennéd. A férjnek kell bejelenteni eltűnt feleségét. De ő nem egy eltűnt személy. És valószínűleg a férje gyilkolta meg. Van valami bizonyítéka erre? Ez mi? Akkor készült, mikor a nászutukról visszatértek. A férje tette. Ez bizonyította? Mindenki tudja. A nővére is ezt állította? Nem. Felügyelő úr, az egészben az a zavaró, hogy Tereza kezdettől fogva váltig állítja, hogy Ken nem tehette. Valójában ő az egyetlen, aki ezt el is hiszi. Kérem, értsék meg, nem indíthatok vizsgálatot egy eltűnt személy ügyében a férj bejelentése nélkül. Nem indíthatok vizsgálatot egy gyilkossági ügyben bizonyítékok hiányában. Csak beszéljen Kennel. Beszéljen vele, kérem. Tegyen fel neki néhány kérdést, mit tudom én. Maga a nyomozó, talán maga rájön valamire, amire mi nem. Kérem. Jó, megpróbálom. Hol találom Dr. Taylort? Holnap után este érkezik Indiánából. Rendben. Mindent megpróbálok. Köszönjük. Megígérem. Köszönjük. Ő arra teremtett, hogy békében éljek.
De egyszer csak letaszított a mélybe, és ő ad majd vissza. Ő ad majd vissza. Tessék, Dr. Taylor? Igen. Bob Fanszek felügyelő. Feltehetnék néhány kérdést a feleségével kapcsolatban? Ó, természetesen jöjjön be. Köszönöm. Nincs mit. Ó, milyen szép ez a ház. Köszönöm. Nem engem illet az elismerés, a feleségem csinosította ki. Szabad? Persze. Tudja, már hiába nézegetem, semmi különös. Hát igen, az emberek néha annyira hozzászoknak a környezetükhöz, hogy nem veszik észre a finomságokat. Bár az én házam lenne ilyen csinos. Tereza, kitűnő háziasszony. Megengedi? Hogyne, menjen csak. Szép. Szoktak veszekedni a feleségével? Nem, nem igazán. Úgy hiszem, minden házasságban vannak hullámvölgyek. Mi most épp belekerültünk egybe. Ez meg lehet. Már egy ideje depressziós volt. Mióta? Hetek, hónapok óta. A munkája is leterhelte, és a családjával se jött ki jól. Nem? Ráadásul a szülés is... Úgy gondolom, ez túl sok volt neki egyszerre. Igen, érthető. Vitt magával készpénzt? Van hitelkártyája, és... Igen, 800 dollárt vitt magával, én adtam neki 200-at. De olyan furcsa volt. Hogy? Még most sem nagyon értem, de amikor kivittem a repülőtérre, a gyereket megcsókolta, de engem nem. Melyik járat volt? Nem figyeltem. Azt mondta, itt állj meg, aztán kiszállt. Nyilván olyan ideges volt, hogy meg se tudta nézni a járatszámát. Igen. Ilyen körülmények között nem csoda. Úgy tudom, Mrs. Silvánónak baja van a szívével. Igen. Igen, így igaz. Ezért vittem Andrewt az én szüleimhez. Nem akartam őt terhelni. Na igen. Ki ez a 4 fok kefe? A két jobboldali az enyém, a másik kettő Terezáé. Mi baj? Semmi, csak elbambultam. Furcsa, hogy valaki, akinek annyi problémája van a fogaival, mint Mrs. Taylornak, nem visz magával fogkefét. El van látva fogkefével. Hisz fogorvos feleség. Értem. Igyeztek, jó ember. Ez elég furcsa.
A bal fülbevalója hiányzik. Igen, az vagyok. Lehet, hogy nem az ön lánya, de azonosítania kéne. Veled megyek. Maradj itt anyáddal. Andrew, hozd a kabátomat. Én is megyek. Nem, te nem. Ilyen állapotban. Azt mondtam, hogy veled megyek. Papa, hadd jöjjön. Semmi baj. Még remélhetünk. Biztos benne? Istenem. Az ön lánya? Igen, az én lányom. Igen, ez a nővérem. Angela! Angela! Már a nászutok után tennünk kellett volna valamit. Megpróbáltuk. De nem eléggé. Meg tudnám ölni. Tennünk kell valamit. Tudom. Nyugodj meg.
Hozhatok valamit, Francis? Erősnek kell maradnod. Megyek, hozok valamit. Rossz hírt kell közölnem. Terezáról. Mi van? Megtalálták a holttestét. Jenny. Egy érzésem, Bobby, hogy ő a mi emberünk. Igen, lehetséges. Daki! Felügyelő úr. Köszönöm, hogy eljött. Ő Malinowski nyomozó. Jó napot. Tudjuk, milyen nehéz lehet ez most önnek. Nem ülne le? Köszönöm. Remélem segíthetek. Először is föl kell olvasnom a jogait. Miért? A szabályzat előírja, ön is legyanúsított. Ezt meg hogy érti? Ken. Jelenleg mindenki gyanúsított. Ez alól nincs kivétel. Értem. Joga van a hallgatáshoz. Doki, kér egy csésze kávét? Igen, kérek. Joga van ügyvédet fogadni. Ha nincs, kijelölünk egyet. Jó, tisztában vagyok vele, abba hagyhatja. Most az a legfontosabb, hogy megtaláljuk Tereza gyilkosát. Lemond a jogairól? Igen, nem érdekelnek. Tejet? Mit? A kávéban.
Igen, és 2 cukrot kérek. Szeretnék átkutatni a házát. Megint? A szokásos eljárás, tudja. Persze, mikor? Most. Rendben. Ezekre szükségük lehet. Ez nagy segítség. Köszönöm. Ez a ház nagyon tiszta. Igen. Kíváncsi vagyok, ki a takarítónőjük. Senki nem takarít ilyen jó. Igen, én is elfogadnám, igazán jó munkát végez. Hé, hey Frank, találtál valamit? Semmi használatod. Hé, hey Félix, hogy haladsz? Egész jól. Jól van, találtál valamit? Nem. Hello, fiúk. Hello, Jim. Hello, hello. Mi a helyzet? Ez sem értékelhető. Nem tudom, talán meg kéne próbálnunk a Luminolt. Jó, szólok a felügyelőnek, és utána rögtön kipróbáljuk. Hey! Mit csinálsz itt? Mit keresel itt? Gondoltam, hozok ebédet. Ott is kaptam volna valamit. Tudom, de ez jobb. És hogy van a baba? Rugdos, mint egy őrült. Mit hoztál nekem? Tunát. Egy kis tunát hoztam. A kedvencem. Tudom jól, azért hoztam. De tényleg, miért jöttél? A mama azt mondta, hogy lány lesz. Ő csak tudja. Hozzuk vissza Tereza fiát. Visszahozzuk. És akkor legalább a miénknek is lesz kivel játszania. Komolyan? Igen, komolyan. Úgy érzem, hogy cserben. Nem hagyta cserben. De hát halott. Igen, halott. Sajnos halott, de nem te ölted meg. Hagyd már abba az önmarcangolást. Azt akarom, hogy Andrew itt legyen, és hogy ne annak a barom súlyemelőnek a szülei neveljék. Visszahozzuk. Megígérem neked. Arra is fúj még egy kicsit. Igen, igen, úgy jó lesz. Lehet, hogy szükségünk lesz még sprayre. Jó napot, segíthetek valamiben? Mi történt? Hol van a fiam, Dr. Taylor? Hát, benn van a kapitányságon. Ez meg mi? Ezt itt Luminolnak hívják, és kimutatja a vérnyomokat. Hogyan? Láthatóvá teszi. Aha. Sajnálom, de most el kell menniük. És mikor jöhetünk vissza? Talán néhány óra múlva végzünk. Na jó. Oké, fiúk, sötétítsetek be. Fiúk, csináljatok rendet. Mi elmegyünk a dokiért. Thank you.
Mi a baj? Jól van, csak álmodtál. Hol van Andrew? Hol lenne Ken szüleinél? El kell hoznom. Na, el kell hoznom. Meg. Megígértem Angela, a nővérem. Megígértem. Meg. Nincs semmi baj, Angela. Na, gyere. Hozd el a lámpát. Zak! Zak! Igen? Angela Cimarelli vagyok. Teresa Taylor húga, akit meggyilkoltak. Fogadj a részvétemet. Segítetek valamiben? Igen, Fanszek felügyelőt keresem. Épp egy kihallgatást vezet, és ez eltartott egy ideig. Megvárom. Foglaljon helyet. Doki, maga ölte meg? Nem. Semmi okom nem volt rá, szerettem a feleségemet. Gondolja meg, van ideje. Ezzel nincs mit gondolkodni. Ebben nem mennek semmire, inkább keressenek valami bizonyítékot. Ismerős ez a fülbevaló? Sose láttam. Nézze meg közelebbről. Ez annak a párja, ami Teresa fülében volt. A maga garázsában találtuk meg. Az is lehet, hogy felszedett valakit a reptéren. Aztán visszamentek a házba, és ott megölte. Ken, egy idegennek semmi oka nem lett volna rá, hogy eltüntesse a holttestet. Dr. Taylor, azt hiszem, maga ölte meg a feleségét. Nyilván olyan körülmények hatására, amelyeket még nem ismerünk. Maguk mit tennének? Ha belépve a szobába ott találnák a feleségüket. Szexuális játékban az 5 hónapos kisfiúkkal. Doki, ez szerint azt állítja, hogy a felesége fajtalongodott a gyerekkel? Amikor beléptem, és megláttam, mit csinál, felkiáltottam, mi a fenét művelsz. Üveges és drogtolvörös szemmel nézett rám. Felkapta a súlyzorúdját, és felém lendítette. Elhajoltam, aztán megragadtam.
és aztán ütöttem. Többször is megütötte? Persze, hogy többször. Micsoda kérdés ez? Csak fel akarom tárni a tényeket. Nincs több kérdés. Ügyvédet akarok. Mrs. Cimarelli. Mit mondott, hogy mit csinál Tereza? Azt állította, hogy szexuálisan fajtalankodott a gyerekkel. Hazudik az a rohadt szemét. Nem elég, hogy megölte, még halálában is mocskolja. Cimarelli, nem hiszünk neki. Higgy el, hogy az igazság majd kiderül a tárgyaláson. Na várjon csak. Ezt elmondja majd a tárgyaláson is. Biztos, hogy nem fogja fenntartani. Tudnak erről kell szülei? Hát persze, itt vannak. Itt vannak? Igen. A gyerek. Hé, hey, Mrs. Cimarelli! Sajnálom, de most nem akar látni senkit. Megmondta, hogy mi keressük? Látnunk kell. Mondja, hogy én mondom. Mrs. Cimarelli! Andrew! Mrs. Cimarelli, kérem! Jogom van látni, ő a nővérem gyereke! Úgy jel, ez nem a legjobb pillanat. Menjen be. Ken, sose hallottam, hogy egy anya ilyet tett volna. És te? Én csak azt nem értem, hogy tarthattad ennyi ideig a csomagtartóban. Addig tartottam ott, ameddig csak lehetett. Nem akartam tőle megválni. Szerettem. Miért nem viszitek magatokkal haza? Ott jobb helyen lenne. Malinowski. Igen. Vigyétek vissza Andrewt Indiánába. Igen. Tereza és én megegyeztünk, ha bármi történne velünk, akkor majd ti vigyáztok rá. Aha. Igen, így van. Rendben. Jól van, alma szeletek és sajt? Nem, nem köszönöm. Ja, itt még van kávéja. Azt akarom, hogy tudják, nem okoljuk magukat azért, amit a fiúk tett. Tejszint? Egy kis tejszint? Nem kérek, köszönöm. Nagy nehezen elaludt. Szeretnénk beszélni Andrewról. Erről nincs mit beszélni. Elmondaná, hogy érti? Andrew a miénk.
Kenny azt szeretné, hogy velünk maradjon, és velünk is marad. Ne haragudjon, de a meggyilkolt nővérem fiáról van szó, azért ezt meg kell beszélnünk. Nincs értelme. Amilyen gyorsan csak lehet, elviszük Indiánába. Ő a mi unokánk. És nekünk kevésbé unokánk, mert Tereza halott. Mikor indulnak? Csütörtökön. De azért meglátogathatjuk, mielőtt elmennek, ugye? Természetesen. Csak előbb szóljon ide. Hogy nincs miről beszélni. Hallottál már ilyet? Mama, legalább tudjuk, mit terveznek. Majd megkérdezünk egy ügyvédet. A gyilkossági ügy tárgyalásának befejezéséig Andrew Taylort nem vihetik New York állam határain túlra. Ezen idő alatt az apai nagyszülők és a Cimarelli család megosztva gyámkodnak felette. Azonnal menjünk innen. Hogy történhetett? Rosszabb is lehetne. Ki akartak zárni a gyámságból? Így legalább hetente 4 napig nálunk van. De csak ebben az államban. Nem akarom, hogy azokkal az emberekkel legyen. Állítom, hogy ez Angela néve. Mit tehetnénk? Az igazság a mi oldalunkon áll. Tudjuk, hogy milyen volt Teresa, és hogy mit művelt. Ezt felhasználjuk. Szia, nagyfiú. Szia. A motiváció a legnagyobb probléma. Az őrület motiválta. Azt hiszi, bolond? Lehet pillanatnyi elmezavar is. Mr. Campbell, én nem akarom előírni, hogyan végezze a munkáját. De milyen elmezavar az, amikor valaki 4 napig hurcol egy holttestet a csomagtartójában? Mrs. Cimarelli, minden információra szükségem van, a legkisebbre is, ahhoz, hogy bizonyítsam a bűnösségét. Talán valaki beszélhetne a volt feleségével. Éppen ezen vagyunk. Előfordult, hogy erőszakos volt magával? Ezt meg hogy érti? Megütötte, verte? Nem, nem. Ismerte az első feleségét? Emily Latrelle. A 9. hónapban volt, amikor elhagyta. Miatta. Nem hiszem, hogy valaha is látta a gyereket. Tudomása szerint bántott őt valami? Nem, nem, azt nem hiszem. Ken egy igazi úriember. Látnia kéne, hogyan bánik a gyerekekkel. Mrs. Taylor, az az érzésem, hogy elhallgat előttem valamit, és ha nem hajlandó együttműködni, akkor kénytelen leszek beidéztetni a bíróságra. Jó napot. Hello. Jó napot. Adja mamának egy viszlát, puszit. Szia, kísérek, hogy vagy? Most a nagypapának is. A ruhái tiszták. Szeretném, ha tisztán is kapnánk vissza. Ne féljen, úgy lesz. Szia, pici. Szia. Akkor majd szerdán. Picike. Szia. Náluk ilyen hideg van, vagy mi? Ezek ilyenek. Imádlak, te édes. De jó, hogy itt vagy. Halló? Szia. Igen, itt volt tegnap a felügyelő. Nem, semmit nem mondtam. Semmit, esküszöm. Emilyről kérdezett. Nem, arról sem beszéltem. Akkor jó. Az nagyon jó. Na, tartsa vissza, Angela, ne nyomjon még. Már látom a fejét.
Jó csinálj. Már látom a baba fejét. Ez az. Hamar vagy, Jenny. Várj, ezt ne csináld. Csak megörökítem. Ó, Istenem. Jól van, Angela. Na, még egy kicsit. Rendben? Egy kicsit. Na, okay. Majd segít. Csak egy kicsikét kell nyomnia. Csak egy kicsit. Még egy kicsit. Ez az. Ügyes vagy. Ügyes vagy. Megvan. Hadd lássam a gyereket, hozzák ide. Gyönyörű, baba. Gyönyörű kislány. Tényleg kislány? Igen, kislány. Hadd nézzem a kislányomat. Na, mit gondolsz, hova viszlek? Kit fogsz most látni? A mamit, bizony a mamit. És a papát. Kicsim. Szia, Gina. Ja, Istenem, ne sírjál. Nézd, milyen szép. Gyönyörű. Tökéletes. Bocs, kaphatnék egy cigarettát? Persze. Kösz. Nagyon rendes. Ken Taylor. Tudom. A doktor. Fogorvos. Biztos tele van pénzem. Van egy kevés. Itt nem túl jó a fizetés, igaz? Elég szor. Na, az nem túl jó. Mindenkinek kell valami. Mire gondol? Találjuk ki együtt. Biztosan ért engem. Nekem csak egy barátra van szükségem. Lehet. Ez pedig a folyosó. És ez Gina szobája. Na, mit szólsz? Hogy tetszik? Biztos tetszik neki, mert csöndben van. Szinte hihetetlen, hogy már itt van. Hát nem gyönyörű. Gyönyörű kisbaba. Gyönyörű kislány. Csak úgy, mint a mama. Terezára hasonlít. Épp ilyen volt a szeme. De én Andrewt is akarom. Nyugi, pénteken itt lesz. De én azt akarom, hogy mindig itt legyen. Szívem. Szívem. Már van egy gyerekünk. Nyugodj meg. Nézd Ginára. És lazíts. Lazíts. Hihetetlen, hogy már itt van. Van gyerekek, igazi gyerek. Méghozzá milyen szép. Akarsz még egyet? Igen? Mrs. Marilyn Taylor és az ügyvédje van itt. Hívja azonnal Fanszek felügyelőt. Utalt Kent bármikor is arra, hogy el akarja hagyni Terezát? Igen, gondolt erre. De azt mondta, hogy előbb meg akarja alapozni a gyerek jövőjét. Mrs. Taylor, megütötte önt Kent valaha is? Nem. De... Igen? Egyszer megpróbált megölni. 1979-ben. Akkoriban Connecticutban éltünk. Már félállomban voltam. Kloroformmal akarta. Tett feljelentést akkoriban a férje ellen, amikor meg akarta ölni? Miért nem? Azért, mert alapvetően rendes ember.
és megérdemelt még egy lehetőséget. A New Jersey megyei bíróság megkezdi a kerettélőrügy tárgyalását James Kittleson bíró urelnökletével. A tárgyalást megkezdjük, mindenki üljön le! Bíró úr, engedelmével egy fontos tanút szólítanék, aki bizonyítaná, hogy Dr. Taylor megpróbálta megölni második feleségét Connecticutban. Abban az ügyben nem tettek feljelentést, és az 55-ös paragrafus kimondja, hogy ilyen ügy nem használható fel. Egyet kell ebben értenem Mr. Lindsay-vel. Bíró úr, a legtöbb tanunk kapcsolatban áll a Connecticut eseménnyel. Mr. Campbell, nem írtam elő, hogy képviselje a vádot. Csak azt mondtam, nem beszélhetünk egy állítólagos bűntényről, amiben feljelentést sem tettek. Figyelmen kívül hagyunk minden utalást a Connecticutban történtekről. Azonban a Nászúton történt eseményekkel kapcsolatban engedélyezem a feltáró tanúvallomásokat, amennyiben azok világosak és meggyőzőek. Köszönöm. Gyerekkorom óta ismerem Terezát. Ha szedett is kokaint, Ken miatt tette. Mindent megtett volna érte. Soha. 2 éve ismerem Terezát, de soha nem szedett kábítószert. Soha. Kodeint kellett szednie, mert igen nagy fájdalmai voltak, miután megverték a Nászútján. De biztos, hogy nem élt kábítószerrel. Megkérdezte ön Terezát, hogy vissza tud-e emlékezni a Nászútján történtekre? Igen. Soha nem emlékezett semmire. De azt állította, hogy nem kell. Azt mondta, hogy nem Ken volt. Szia, Kicsi! Jól van, Kicsi, mi van? Tudják, nem tartom jó ötletnek, hogy Andrewt oda-visszarángassuk a két család között. Mi csak betartjuk a törvényt. Tudom, de én nem az előírásról beszélek, hanem hogy mi lenne a jó. A pszichiáter szerint nagy a veszély a... Andrew megtudja majd az igazat az anyjáról és az apjáról. Az igazat? Melyik igazat? Talán a maguk verzióját? Felneveltek egy gyilkost, ez az igazság. Ezt nem hallgatom tovább. Gyerünk! Majd én megmondom az igazságot. Az biztos, hogy nem engedünk a gyámságunkból, és ki fogunk állni a fiunk mellett. Menjünk, Zak! Maguk bolondok, tudják? Te vagy a bolond fiam! Hé! Hey, hogy áll az ügye? Nem is tudom. Szörnyű lehet, ha az ember a hátralévő életét börtönben tölti. Rossz lenne, ha nem láthatnám a fiamat felnőtt. Van gyereke? Igen. Egy 10 éves fiú és egy 7 éves lány. Akkor tudja, milyen jó dolog apának lenni. Viccel velem. Ez mindenem. Meg ez a szemét meló. Talán kisegíthetném egy kicsit. Mire gondol? Van egy-két dolog a házamban, ami elég sokat ér. Talán segít egy fickó, aki megtesz nekem valamit. Mit gondol, mennyit ér az utc? Legalább 12 000. Mit kér cserébe? Majd a tárgyalás után meglátjuk. Jó. A legutóbbi információ... Ügyész úr, szerint... erről már beszéltünk. A javaslatot elutasítom. Térjünk vissza a Nászúton történtekre. Mire emlékszik még vissza? Magamhoz tértem, és egy vértócsában találtam. Ezután mit tett? Megnéztem a pulzusát, aztán segítséget hívtam, és elájultam. Azt állítja Dr. Taylor, hogy nem ön verte meg a feleségét a Nászúton. Nem, uram, nem én voltam. De igen!
Kérem, tartózkodjon a véleménynyilvánítástól, megértette? És mi történt azután? Elkeltem, és bementem a fürdőbe zuhanyozni. Azt mondja, zuhanyozott? Miért? Mert véres volt a lábam az üvegcserepektől. Ez ilyetetlen. Azt állított, meglátod a csarokat kiszorítani. Nem éltem. Nem reméltem. Angyik, maradalankodáshoz csecsemőkorú fiában. Igen, uram. Dr. Taylor, kérem mondja a jegyzőkönyvbe, hogyan fajtalankodott Tereza a gyermekükkel. Mukika. Látod azt a kamerát? Látod? Látod, ott vesz fel a papa téged a kamerával? Látod, ott van? Mosolyog rá. Mosolyog rá. Mosolyog a papára. Oda néz kicsit. Látod, mi van ott? Látod? Akkor integessé. A mama is segít. A mama is integessé. Ez az. Gyere. Gyere, most menjünk oda a papához. Integessé. Ebből is csak az látszik, hogy milyen csodálatos anya volt. Nem hihetik, hogy bántotta a gyerekét. Integessen kicsi, mondd, hogy sziasztok. Oda néz, látod azt a versenyautót? Mi az? Bíró úr, ez a videókazetta olcsó fogás, és ha ezt bizonyítékként fogadja el, tiltakozom. A védelem meg akarja gátolni, hogy megvilágítsuk anya és gyermeke kapcsolatán. A bíróságnak joga, hogy tisztálláson ebben a tekintetben is. És ahelyett, hogy csak a vádlott elbeszélésére hagyatkozna, a maga valójában lássa ezt a kapcsolatot. Egyetértek, Mr. Campbell. Mosolyog. Mukika. Jaj, de érdekes. Nagyon érdekes, mi? Nézd a nagypapát. Hogy van? Nézd csak. Integes neki. Szia, nagypapa. Van, azt láthatod magad ott a tévében. Aki lesz ott, ha? Ott lesz a kisbaba. Na? Ez a felvétel nem bizonyíték, ezért ismét tiltakoznom kell. A tiltakozást elutasítom. Jó napot. Üdvözlöm. Minden rendben? Nem tudom. Félek, hogy Ken ördögi módon megtéveszti a bíróságot, és csak hogy kisétál innen. Legfeljebb a börtönbe. Nem sokára vége lesz, hidd el. Megszületett a döntés? Igen, bíró úr. Kérem a vádlottat, álljon fel.
Az esküdtszék szerint bűnös. Igen. Tönkretették a fiamat. De nem veszik el tőlem az unokámat. Esküszöm. Csendet kérek. Igen. Olyan rossz előérzetem van. Nyugalom. Minden év szeptember 1-től június 30-áig Andrew gyámságát a Cimarelli család látja el. Július 1-től augusztus 31-ig Taylorék vigyáznak rá. Továbbá a karácsony követő héten. Az apának heti egy telefont engedélyezünk. Továbbá Angela és Jamie köteles havonta egyszer elvinni az apjához látogatóba. Én nem vagyok. Nem erről volt szó. Ez hihetetlen. Ennél többet nem tehettem. Látja, milyen fegyelmezetlen. Ezt nem hagyjuk annyiban. Ez így nem jó. Ti sokkal tapasztaltabbak vagytok a gyereknevelésben. Hidd el, én is jobban szeretném, ha egy nyugodt keresztény környezetben nevelkedhetne. Hm? Igen. Ezeknél az olaszoknál nem lehet jó helye. Tovább harcolunk érte. Mikor hozzátok el? Vasárnap. Nézd, Ken. Tudom, a munkád, megértem, semmi baj. Ha nem tudok visszamenni... Nézd. Ez is sokat jelent nekem, hogy ilyen sokáig itt voltál. Apa, ha el kell mennetek, a kulcsot tegyétek a lábtörlő alá. Egy barátom majd elmegy érte. Jó. Van még valami, fiam? Köszönöm. Steven! Jenny! Én már itt vagyok. Halló? Ebben nem győzhetsz. Nem veheted el a fiamat. Hagyd abba a telefonálgatást! És a gyerekek? Anyám, már megint telefonált háromszor. Jól van. Megváltoztatjuk a számot. Nem. Előbb-utóbb úgyis megtudja a szüleitől, és akkor sem vagyok hajlandó bemenni a börtönbe. Angela. És a pszichológus szerint sem tenne jót. Ha nem teljesítjük a feltételeket, akkor panaszt tesznek. Jó, tegyenek. Igen, de már megmondtam ezerszer, hogy ne küldjél nekem csirkét. Visszahoztam a könyvet. És tetszett? Igen, nagyon tetszett. Nekem is.
Hey, ember, hová mész? Meg akar cökni a börtönből, egyáltalán nem zavarta. Tudhattuk, ha nem visszük a gyereket az apjához, az öregek úgysem hagynak békén. De ne izgulj, úgyis mi győzünk. Bíró úr, arra próbálok rávilágítani, hogy Cimarelliék nem tartják be a gyámhatóság előírását. Folytassa. Elvitte Andrewt a börtönbe, hogy láthassa az apját? Nem, nem vittük el. Engedélyezte a telefonokat dr. Taylor és a fia között. A pszichológus nő azt mondta, hogy ha megenged... Mrs. Cimarelli, fogytán a türelmem. Engedélyezte a telefonhívásokat? Nem, nem. És ráadásul azt is megtiltaná, hogy a gyerek 2 hónapot a nagyszüleinél töltsön? Bíró úr, mondhatok én is valamit? Csak a kérdésre válaszoljon. Meg akarja tiltani, hogy a gyerek 2 hónapot a nagyszüleinél töltsön? Felfogtam, igen, ezt várta. Bíró úr, követelem, hogy tartassák be a gyámhatóság előírásait. Mrs. Cimarelli, haladékot adok, hogy átgondolja június 16-áig az elhangzottakat. Amit ön művelt, az a bíróság megsértése. Úgyhogy mire legközelebb találkozunk, addigra megkérem, hogy javítson a stílusán. Megértette? Megértette, kérem? Igen, uram, bíró úr. Mi ez a levél? Ezt írta Jane a bíróságnak. Hogy szerezted meg? Elküldték az ügyvédnek. Nyisd nálam a szemüveg, Joe, olvasd. Azt írja, hogy alkalmatlanok vagyunk Andrew nevelésére, és amilyen hamar csak tudja, leleplezi az igazságot. Ó, az igazság. Igen, hogy Tereza rossz anya volt. Narkomán. Fajtalankodott Andrewval. És hogy Ken azért ölte meg, hogy véget vessen ennek. Nem engedhetjük Andrewt a közelükbe. Mégis mit tehetünk? Fogadunk egy másik ügyvédet. Kit? Most majd egy nőt bízunk meg. Olyan valakit, aki átérzi az igazunkat, és akinek talán van egy-két saját gyereke is. Nagyon jó, majd fogadunk egy másikat, és mégis miből fizetjük ki? Már így is másodállást vállalok, majd azt mondjuk neki, az Isten fizesse meg. Keressetek egy ügyvédet, majd én kifizetem. Kösz. Üdv, Janice Miller vagyok. Jenny. Én meg Angela. Örülök. Ő a férjem, Frank. Hello. Köszönöm, hogy ilyen gyorsan fogadott minket. Ez természetes. Menjünk az irodába. Szerintem önöket illeti a gyámság. Teljesen és nem megosztva. Látod, szívem, ilyen ügyvédre van szükségünk. Azt nem állítottam, hogy meg is kapják. Milyenek az esélyeink? Nem rosszak. Perújra felvételt kérünk. Elég drága lesz. Mennyire drága? Az attól függ, meddig tart. Nézzék, nem csak a pénz miatt. De lehet, hogy itt egy olyan bonyolult ügyről van szó, amellyel egyáltalán nem tudok megbirkózni. Janice. Egy olyan kisfiúról van szó, akinek az anyját meggyilkolták. És a gyilkosa megpróbálja elvenni tőlünk a gyereket. Nagyon kérem, segítsen! Itt az összes dokumentum? Igen. Bíró úr, időre van szükségem, hogy felkészüljek. Nem.
Épp elég időt töltöttünk ezzel az üggyel, és ezek az emberek messziről utaztak ide. Magam is nagyapa vagyok, és átérzem, milyen lenne, ha elvennék az unokámat. Úgyhogy kezdj el. Dr. Hill, ön 12 éve gyermekpszichológus. Igen. Elmondaná, kérem, mit gondol erről a levélről, amit Jane Taylor írt a bíróságnak? Milyen levél az? Jegyzőkönyvbe vették, bíró úr. Ezt sose láttam. Miért nem? Lemolom bírónőnek írták, aki továbbította a klienseimnek. Folytassa. Milyen benyomást tett önre ez a levél, doktor úr? Úgy tűnik, Mrs. Taylor feltűnő rossz indulattal viselteti Cimarelliek iránt, és megpróbálja Andrewt félrevezetni édesanyja emlékével kapcsolatban. Ön szerint ez mihez vezethet? Lerombolhatja Andrew én képét. Jézus Istenem, miket? Ön ellenzi a börtönbeli látogatásokat? Igen. Enyhítését folyamodtam. Ön szerint nem lenne könnyebb a fiamnak, ha folytonosan látogatna a börtönben? Ahelyett, hogy csak akkor ismerne meg, miután letöltöttem a büntetésem. Nagyon erőszakos. Egyáltalán hogy képviselheti önmagát? Ha korábban szabadul, akkor talán könnyebb lehet. De ha letölti a büntetését, akkor talán nehezebb. Apám elhagyott minket, amikor 4 éves voltam. Azt hiszem, tudom, mit élhet át Andrew. Milyen a kapcsolata Andrewval? Olyan, mintha a saját fiam lenne. És nagyon szeretem. Amikor a gyámságunk alá helyezték, úgy éreztem, azért szeretem, mert sajnál. De az idő múlásával teljesen hozzám dőtt. És úgy szeretem, mint a lányomat. Ő a fiam. Bíró úr, a fiam július 1-től lesz a nagyszüleivel. Feltételezem, hogy erre az időre elutazhat velük együtt. Attól tartok, ezt rosszul feltételezi. A felek meghallgatását befejeztem, és egyelőre minden függőben marad. Kérem az ügyvédeket, fáradjanak ide. Az ügyvédek, nem maga. Mindent megteszek. Nézzék, régóta húzódik ez az ügy. Leszeretném zárni. Lehet, hogy igazságosak leszünk, de az is lehet, hogy nem. Bíró úr, ezért vagyunk itt. Beszéltem a gyermekapjával, és lemond a látogatás jogáról. Nem tudom, mi történt, de Taylorék hajlandók együttműködni. Augusztus 1-től augusztus 16-áig Andrewt elvihetik Indiánába. Augusztus 9-én Angela 2 órát tölthet Andrewval Taylor-éknál. Ezt követően minden nap 1 órát tölthet vele. Andrew semmilyen körülmények között sem tarthat kapcsolatot Kenneth Taylorral. Van valami mondani valója? Egyelőre nincs. Akkor az ügyet lezárom. Végül is a legjobb döntés született. Ígérd meg, hogy jó fiú leszel, rendben? Jó. Na gyere. Emlékszel a naptárra, amit mutattam? Igen. Ügyes vagy. Gyere, nagyihoz. Jó. Gyere. Dobj egy puszit. Szia, kicsim. Minden nap telefonálunk, jó? Szia, kicsim. See ya.
Na, nyugodj meg. Csak 7 nap, ne izgulj. Apa, hogy van, Kenny? Köszönöm, hogy meglátogatott, Ray. Tudja, hogy mindent megteszek a családjáért. Köszönöm. Ray kész rá, hogy képviseljen. Örülök. Marion legjobb ügyvédjét kapjuk. Reggel első dolgom lesz felkeresni Sibbírót. Sibbíró? Jó ember. Becsületes. Igen. Szóval, Ray, a következő csináljuk. Tayloréknál keresesen talál jobb embereket. Egy templomba járunk. Mi ez a függőben lévő gyámügyi procedúra New Jersey-ben? Az semmiség. A nagybátyja és a nagynénje akadékoskodik. Tudja, milyenek a keletiek. Ez szörnyű, hogy ilyen fiatalon elvesztette az anyját. Adoptálni kéne. Igen, tudom. Talán az segít. Remélem, uram. Köszönöm. Tessék. Ez az összes? Nem, itt van ez is. Janet, Angela. Épp odaindulunk, csak igazítson útba. Mit? Miről beszél? Jenny! Mi van? Adoptálták! Hogy érted, hogy ez lehetetlen? Nem értem, hogy adoptálták? Azt mondja, soha többé nem látjuk. A bíró azt mondta, jövő héten elhozhatjuk. Miről beszélsz? Jól van, nyugodj meg. Felhívom Jenny-t. Ez hihetetlen. 5, 4, 5. Tartsd egy picit. Igen? Janice Miller vagyok, be vagyunk jelentve. Sibbíróhoz? Igen. Sajnálom, de ő nincs itt. Tudja, hogy hol van? Skinner bírónő, tudna segíteni? Igen. Janice Miller vagyok, és én képviselem Angela és Jenny Cimarellit Andrew Taylor gyámügyében. Ah, igen. Sibbíró intézi az ügyet, de hétfőig távol lesz. Tudnak addig várni? Nem. Úgy tűnik, gyermekrablásról van szó. Gyermekrablás? Igen, és ha késlekedünk, Taylorék megszökhetnek vele. Talán keressék meg a gyámügyeseket. Hol találjuk? Az emeleten. Keressék Thomas Hobbst. Köszönöm. Igen. Jó. Jó. Elnézést. Jó napot. Tom vagyok. Janice. Tudom, már értesítettek. Itt vannak a papírok. Erre tessék. Felhívná a serifet? Hihetetlen, hogy Ray Engler mit meg nem enged magának. Kifelejtette például, hogy önöknek hivatalos gyámügyi végzésük van. Itt azt írják, hogy Andrew régóta a nagyszüleivel él. Az édesanyját baleset érte, és az apja valahol máshol él. Tudhat erről az apa? Igen, szerintem együtt tervelték ki az egészet. Most már kezdem érteni, miért volt olyan nyugodt a bíróságon. Mr. Hobbs, a sheriff van ott. Köszönöm. Joe? Itt Tom. Figyelj, Zack és Jane Taylor. Úgy tűnik, hogy elrabolták a gyereket. Tudom, de itt ülök a gyerek hivatalos gyámjaival és az ügyvédjükkel. Figyelj, Joe! Attól tartunk, hogy Taylorék megpróbálnak megszökni a gyerekkel, és szeretném, ha kijönnél néhány embereddel. Igen. Köszönöm. Rendben, mehetünk. Mit keresnek itt? Látni akarom az engedélyüket. Itt van, olvas. Egy. Le.
Ez az én dolgom. Taylor, ha nem nyitja ki az ajtót, szétlövöm az árat. Jobb, ha beenged. Nem, maga nem. Na gyere, gyere kicsim, kimegyünk szépen. Vigyél a kocsiba. Hé, azonnal vigyék vissza a gyereket a házba. Mit akarsz? Ki ez? Nem tehetik. Engedjen. Zárja le. Nyissa ki, mit képzelnek? Andrew! Jól van, jól van! Ezt még megkeserüli, Hobbs! Meglátjuk. Mi történik itt? Kik ezek az emberek? Mi folyik itt? Sajnálom, azt hittem tudják, hogy Strickmanszék a nevelőszülők. Mit jelent ez? Mi az Isten jelent ez? Mi az, hogy ideiglenes? A törvény kimondja, hogy Andrew érdekében semlegesnek kell maradnom, ezért határoztam úgy, hogy nevelőszülőköz adom, amíg az ügy nem tisztázódik. Az mikor lesz? Hát az a bíróságtól függ. Higgyék el, Strickmanszék nagyon rendes emberek. Hová viszik? Meg sem ölelhetem. A nővérem fia, az én kisfiam már nem érti meg. Hazudtak, elrabolták őt, azt se tudja, mi történik vele, szüksége van rám. Értse meg, szüksége van rám. Miss Cimarelli, kérem, csak hétfőig várjon. Megígérem, ígérem, hogy a végére jár. Hiányzik a jó öreg templom. Hiányoznak a Marioni emberek. Nekünk is hiányzol, Ken. Atyám, tanácsot kérek. Ken, ez nagy próbatétel. Az úr nem hagy cserben, ha szükséged van rá. Atyám, szeretném, ha a fiam a szüleimmel maradhatna. Meg kell nyernünk az ügyet. Híveket toborzunk. A bírósághoz fordulunk. A szüleidnek sok barátja van Marionban. Ken, tárd ki előttünk a lelkedet. Hadd mondjunk érted egy imát. Csak maradjon a fiam Indiánában. Ezért imádkozom. Menj el, atyánk. Kérünk, hallgass meg Ken Taylor szavát. Chip bíró végül is rájött, hogy Ray Engler félrevezette. És amikor át akarta adni az ügyet, a bírónő elzárkózott. Értem, de mi van Chip bíróval? Ő végleg visszalépett. Akkor végül is mi lesz? Épp ezt próbáljuk most kitalálni. Csak nyugalom. Hát, nem voltunk túl eredményesek. Ez mit jelent? Mit? Andrew visszamegy Taylorékhoz. Hova? Ez egy rémálom. Csak a tárgyalásig. Miről beszél, amikor még bíró sincs? Taylorék találnak. Majd megvásárolnak egyet. Nem, az lehetett. Ugyan ne beszéljen, itt minden bűzdik a korrupciótól, de mit itt vehetnénk meg? Mrs. Cimarelli, sokat enged meg magának. Angela, itt szó sincs korrupcióról és vesztegetésről. Taylorékat mindenki ismeri. Legyen szíves, magyarázza meg, mit akar ebben. Nyilvánosságot kell szereznünk Indiánában. Vissza kell mennünk New Yorkba, és... És Andrewt hagyjuk itt! Nincs más megoldás. Nem hagyjuk magunkat legyőzni. Az ember társaság. Ezt mindjárt tudjátok. Imádkozzatok Taylorékért. Magunkra hagyatva. Egyedül. De volt valamink. És azt is megmondom, hogy az a valami a tengernyi részvét volt, amelyet urunktól kaptunk. Ez tart össze minket. Amikor imádkoztok, tárjátok ki szíveteket, és érezzétek át, hogy milyen érzés lehet az, amikor valaki megpróbálja tőletek elvenni az unokátokat. Imádkozzunk!
testvéreinkért, Taylorékért, hogy legyőzzék a gonoszt. Mentsük meg Andrewt. Tudom, és nem is érdekel. Nem is érdekel? A mai este nem a pénzről szól, hanem arról. Jó estét mindenkinek! Hatalmas tömeg gyűlt itt össze ma este, hogy megmentsék az árvámora terült. Önök is láthatják, hogy milyen jó itt van. Elnézést, hol találhatom Mrs. Chimara? Ott áll az asztal mellett. Köszönöm. Elnézést kérek, Mrs. Cimarelli. Uh-huh. Nevem Peter Maas, riporter vagyok. Jó, hogy eljött. Szívesen jöttem. Tudja, elég meglepő, hogy Amerikában manapság államilag jóvá hagyják a gyermekrablást. Pedig így van, mindent elmesélek. De várjon, mielőtt bármit is mondana, szeretném, ha tudna, hogy riportot készítek a New York Times-nak. De szeretném, ha nem túlozna el semmit, és nem használna ki engem annak érdekében, hogy nyilvánosságot szerezzen. Ért engem? Világos. Akkor jó, kezdet. Nem zavarlak? Dehogy, gyere. Most beszéltem a riporterrel. Valami nagyszerűt mesélhettél neki, mert már is rohant megírni. Tereza nevében is köszönök mindent. Tudtam, hogy rá gondolsz most. Visszakapjuk Andrewt, ne félj. Felkérte meg Indiana beli ügyvédet, hogy segítsen. Greg Reedet. Ő képvisel majd ott minket, és állandó kapcsolatban maradunk. De nem tudom, hogy megengedhetjük-e magunkat. Emiatt ne aggódj. Janice, miért csinálod ezt? Frank a második férjem. Az első... Tőle sok verést kaptam. Terezát is verte a férje, vagy nem? Sose mondta. De te tudtad? Csak sejtettem, de... De mindig elhesegettem a gondolatot, és nem tudom. Én sose láttam a nyomát. Rajtam se látszott soha. Olyankor mindig elbújtam az emberek elől. 9 évig bírtam. Egy nő ilyen helyzetben mélyen hallgat, míg ki nem készül. Néhányan sokáig tűrik. Szóval Tereza miatt. És magam miatt is. A teremben. Bíró úr, ez egy komédia. Ügyfeleim tiszteletben álló indiánai polgárok. És itt minden legális. Dicsértessék, az úr. A szerető nagyszülők a legalkalmasabbak az egész országban.
hogy adoptálják a gyereket, mert az apa csak ebbe egyezik bele. Rendben, kérem. Csendet kérek! Ez nem egy házi nép ünnepély! Ez botrányos! Nyugi! Bíró úr, kizárólag a gyermek érdekében. Teremtsünk precedenst a jövőre nézve. Isten óvja Tayloréket! Csendet! Csendet a teremben! A tárgyaláson láthatóan elszabadultak az indulatok. Épp eleget hallottam. Döntésemet az ügyvédek beadványai alattán hozom meg. A jogszabály alapján 90 napon belül kell döntést hoznom. A tárgyalást berekeztem. A hívott fél vállalja. Szia, apa! Mama, hogy van? Akkor jó. És Gina jól viselkedik? Igen. Hát, egészen jól mennek a dolgok. Nem, nem, döntést még nem hoztak, de azt hiszem már nem tartott sokáig. Tartanád egy kicsit? Maguk mit bánnak? Hát azért az ügyvéd. Hát, Jézus úr. Papa, mennem kell. Igen, még van remény. Oké. Sziasztok. Hé, Angela, hova mész? Kérhetek valamit? Holnap elutazunk, és előtte szeretném látni Andrewt. Mikor indul a gép? Délben. Akkor 9-kor. Kap 10 percet. Szívem. Andrew. Szívem. Mutasd a kutyust. Nézd, mit hoztunk. Nézd csak, ez a tiéd. Már így is rengeteg játéka van. Erre nincs szüksége. Megöleltem. Nem veszi észre, hogy mennyire árt ez a gyereknek. Nem veszi észre, hogy milyen fájdalmat okoz neki, hogyha nem hagyják békén. Jó van, drága. Tudod, hány évet töltöttem itt Terezával? Hányat? 15-öt. Mindent megbeszéltünk. Megőriztük egymás titkait. Felvidított, ha beteg voltam. Vigasztalt, ha megbántottál. Mindig számítottam rá. Azt gondoltam, hogy mindig így lesz. Úgy értem, azt hittem. Viszonozhatunk valaha. Andrew maradt utána, és őt is elveszte. Lehetetlen. Jenny, ezt be kell látnom. Te nem szoktad belátni. Igen, így igaz. Angela, tartozik a családodhoz még 2 ember Andrew kívül. Nekik is kell lesz. Angela? Elnézést. Peter Maas telefonált. Azt üzeni, hogy a cikk, amit a New York Timesnak írt, vasárnap jelenik meg. Tényleg? Igen. Hívd fel Janice-t. Oké. Okay. Szeretném, ha New World bíró is elolvasná a New York Times-t. Igen.
A cikk a vasárnapi külön számban jelenik meg. Megmondhatnál neki, hogy beszámol arról, megbocsáthatatlan jogi mahinációk úgy dobálnak ide-oda egy alig 3 éves gyereket, mint játékosok a kosárlabdát. Nem lesz valami nagy sikere Indiánában. Igen, erről van szó. Köszönöm. Köszönöm. A bíróságra megy. Remélem sikerrel. Cimarelliéket nem értesítették az örökbefogadásról. Az indiánai törvények értelmében. Vagyis... Az indiánai örökbefogadási törvények értelmében a bíróságnak kell elrendelnie a gyámságot és bármilyen személyes kapcsolatot a gyermekkel. Épp ezért semmisnek tekintem Taylorék adoptációját. Ugyanakkor átadom a gyermeket a megyei gyámügyi hivatalnak. Hogy aztán április 14-én déltől Angela és Jenny Cimarelli felügyeljen. Győztünk, de már el is hozhatjuk. Ki? Ki az? Janice. Janice, imádlak! Én is imádlak. Aha. És tényleg igaz? Várj, várj, azt kérdezi, hogy tényleg igaz-e. És azt mondja, hogy végleges. Igen, is. Végleges. Jaj! Nagyon boldog. Gyere. Nagyon, nagyon, gyere, nagyon gyere, boldog vagyok, Janice. Mindenkit szeretek. Menj, te mondd meg neki. Hét, oké. Hallom, megvert a csaj. Maradj itt. A mama mindjárt hoz neked jégkrémet. Most mit csináljak még? Már vettem jégkrémet. Ray Engler még a bíróságon van. Megpróbálja késleltetni a döntést. Csak azt mondta, hogy autókázzanak, hogy ne találhassák meg magukat. Menjenek, kérem. Kérem, ne fényképezzenek. Menjenek, kérem. Engedjék őket, kérem. Majd később. Kérem, engedjenek minket, majd később adunk interjút. Menjenek. Kérem, válaszoljanak. Mit tudni? Kérem, szeretném megkérdezni, hogy a véleményem. Mindjárt meg, hogy élek már. Kérem, tegyen meg ennyi. Válaszoljon ki. Na most, akkor mi van? A bíróság elfogadta Ray Engler fellebbezését. Oh, ez nem igaz. Angela. Azt mondtad, a döntés végleges. Végleges is. Gyakorlatilag nem tett semmit. Angela, ez a mai beadvány csak Ray Engler utolsó dobása. Nem árthat nekünk. Egy biztos. Ha lesz még egy tárgyalás, én mindent felrobbantok, ígérem. Bíró úr, ön is láthatja, hogy Cimarelliék túl sokáig vártak a fellebbezéssel. Az előírt 60 napon túl nyújtották be, úgyhogy biztos, hogy nem ez volt a legfőbb gondjuk. A New Jersey-ben tárgyalt gyámügy és az indiánai örökbefogadás tárgyalása élesen elválik egymástól. Ellenvetését csak is egyetlen szóval jellemezhetem, nevetséges. Elutasítom. Bíró úr, de azt hiszem, ha megvizsgálná... A következő ügyet! Tényleg ennyi? Igen? A tiétek! Ja, mi mindent megpróbáltunk. Megpróbáltuk... Tudom.
Sajnálom, fiam. Hogy alszom. Figyelj, mi lesz a puszikkal? Kapok puszit? Szia, kicsim, puszit, puszit, hiányoznak a puszik. Annyira hiányoztál, drága kicsikém. Puszi, puszi, puszi. Andrewt hivatalosan örökbefogadták Cimarelliék. Kenneth Taylor ítéletét a New Jersey fellebbviteli bíróságon megerősítették. Szülői jogaitól örökre megfosztották.